A Tempo Handball véget ért, mielőtt elkezdődhetett volna. Őszi BL kudarcok után menesztették a Veszprém férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét, a flensburgi sikertréner, magyar szövetségkapitány Jubomir Vranyest, aki a svéd sajtóban egyébként öltözői és alkohol problémákra is utalt szeptemberben. A válsághelyzetet a klub legendájával Éles Józseffel beszéljük meg. Szervusz Józsi, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Amikor felzúgott az Auk Védersén az arénában a Várdár ellen, azzal nagyjából eldőlt Jubo Vranyes sorsa? Hát nem gondolom, hogy egy vezetőség ugye a sokszor a szurkolóknak ugye a véleményére ad. Tehát lehetett volna még esetleg adni neki esélyt, de én úgy érzem, hogy ez már igazából egy folyamatnak a vége volt. Tehát már itt már tavaly ugye a csapatnak tulajdonképpen a sikertelensége után már elképzelhető volt, hogy egy hajszál választja el attól, hogy ez a történet neki véget érjen, és szerintem azért itt a Várdár elleni vereség az már pontot tett ennek a sztorinak a végére, ami úgy érzem, hogy szerintem valamilyen szinten már jogos is volt. Igen, ez nyilvánvaló, csak azt próbáljuk megfejteni, hogy mi lehetett itt az ok, hogy adódott ez össze. Vranyes egy nagyon karizmatikus figura, nagy egóval, kőkemény profizmust, sikert sugal minden pillanatban magáról, és hát egy nagyon jelentős edzői múlttal érkezett ide. Mi nem stimmelt vele Veszprémben szerint? Tehát két lehetséges szerintem magyarázatra. Az egyik az, hogy az edző azt, amit korábban tudott egy másik közegben, azt valamiért ebben a klubkultúrában, ebben a közegben nem tudta hozni, valami nem stimmelt ilyen szempontból vele, netán hát elfelejteni nem felejtett el, gondolom, az edzői tudását. A másik, hogy valami a játékosok meg közte nem működött. Hát az, hogy a játékosok és ő közte mi működött, azt ugye én igazából innen nem látom. Az biztos, hogy amikor ő idejött és elmondta ugye ezt a kézilabdát, amit ő szeretne játszatni a csapattal, erre nagyon sokan így felkapták a fejüket, mert szerintem a Veszprémnek a játékos állománya arra a kézilabdára, amit a Flensburgnál játszottak, az a nagyon rohanós 60 percen keresztül sprintelő kézilabdát, azt szerintem ezzel a felépítéssel nem lehetett. Mindenki várakozott persze természetesen, hogy hát ha lesz ebből majd valami, de ugye ezt szerintem nem nagyon lehetett összetenni. Na most... Ugye volt egy játékos kerete a Veszprémnek, ami közel, hogyha most nagyon elkezdeném számolni, ez egy ilyen jó 22 fős keret. Igen. Amivel, akik ugye nem játszanak, az valószínű, hogy egy kicsit elégedetlenek, tehát bárhogy nézzük. És szerintem azért ez közrejátszott abban, hogy a csapatban nem tudom milyen, de valószínű nem volt egy nagyon-nagyon jó hangulat. De ezek mind ugye kitalációk, tehát ezt igazából én nem tudom. Az biztos, hogy a lövő poszton van 10-12 játékos, az szerintem nagyon nehezen tudja egy edző is eleve nagyon jól cserélni, nagyon jól motiválni, és úgy belevinni a mérkőzésbe, ahogy kell. És szerintem ez mondom, hónapról hónapra rakódott ez az egész, és nem tudott egyszerűen a csapat eredményes lenni. De az lehetséges mondjuk, hogy Vranyes igazából nem mérte fel jól, hogy hova érkezett, hogy Veszprémben a kézilabda vallás, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy it's only handball, és például nem vette komolyan azt a figyelmeztetést, hogy tehát nálatok nem lehet a Szegedtől kikapni, hát nem lehet elveszteni a bajnokságot. Most gondolok arra, hogy például akkor az aréna és a szurkolók milyen hangulatba kerülnek, és hogy nem fogadják el azt a trénert, aki ilyen eredményeket hoz, nem? Hát a tavalyi eredmény az biztos, hogy az nagyon, hát hogy mondjam, finoman, tehát nem volt jó a Veszprémnek a szemszögéből. Az, hogy a nyolc között egy Veszprém kiesik, az szerintem, én nem is tudom, hogy hogyan fért bele ebbe az egész történetben. Az, hogy a Szeged megnyerte a bajnokságot, azért ne felejtsük el, hogy azért a Szeged, azért bárhogy nézzük, egy nagyon jó csapat, aki elég komolyan jön föl ugye a magyar kézilabda életben, de a Veszprém ezzel az állománnyal biztos, hogy előbbre kéne tartania. Tehát ezt szerintem remélem ezzel a szegedieket nem sértem meg, de én úgy érzem, hogy a Veszprémnek a játékos állománya jóval erősebb. Én az egész életem során megtanultam azt, hogy ha valahogy jön egy új edző, akkor nem biztos, hogy bele kéne többig nyúlnia akár egy védekezésbe, akár egy támadásnak a felépítésébe. És az a baj, hogy a Vranyes ugye ezt az elejétől kezdve megtette. Tehát megbontott egy olyan erős védelmet, ugye akár a Szulicsnak a mellőzésével, sokszor ugye a Timuzsinnak a mellőzésével, még a tavalyi évről beszélve, ami extra működött.
Szerintem ebbe kellett volna nagyon finoman egy átmenetet képezni. És ezek az eredmények ezért nem jöttek, mert nagyon korán belenyúltunk, de a csapat nem tudta, nem érezte, hogy mit kell játszani, és emiatt ugye az eredmények, hát ugye látszott tavaly, hogy egyszer semmit nem értünk el. Tehát itt sok olyan hiba volt. Én ahogy hallottam, ugye de az edzés számok sem voltak megfelelőek, de ezek mind olyan dolgok, ami egy kis 60-70-es városban ugye terjeng. Én nem tudom, mennyit edzettek, én nem láttam azt egyébként a csapaton is, hogy olyan nagyon frissen jól mozogtak volna. Szóval egy sok összetevője lehet, amit lehetne boncolgatni akár egész nap. Igen, valóban terjednek ilyen hírek is a heti 4 edzésről, de amiről viszont, hát nem tudom, hogy te azért benne élsz ebben a közegben, nagyon fontos, a múltad miatt is fontos figurája vagy, szóval, hogy Veszprémben vajon játékos uralom van? Tehát vajon fontos az, hogy egy edző jelesül Varányes mondjuk, az ő egyébként jelentős, és miért ne lenne jelentős egójával, hogy jön ki azokkal a karakterekkel, azokkal a vezető és szintén nagy egójú játékosokkal, akikkel, ha nem jön ki, akkor hát akkor abból nem lesz semmi, akkor abból például ez lesz? Hát ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert ugye én időmben, amikor én játszottam, akkor rengetegszer ugye ez a hír terjedt, hogy amíg én ott voltam, játékos uralom volt, és az volt, amit én akartam. Tehát ez most megint egy olyan sztori, hogy szerintem egy ilyen edző, mint amilyen a Vranyes, ha elmegy a világ egyik legjobb csapatához, nagyon-nagyon sokat kéne támaszkodnia szerintem a játékosokra, vagy a játékosoknak a véleményére. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy ez játékos uralmat jelent. Tehát egy ilyen csapatnál, mint amilyen a Veszprém, szerintem, de nem csak a Veszprém, tehát ez lehet a Flensburg, a Kiel, vagy bármelyik, a Paris Saint-Germain-től kezdve bármelyik, egy olyan pedagógiával kell rendelkezni, ahol itt a játékosokat több ugye országból érkezve összetenni. Tehát itt barátokká kéne őket tulajdonképpen faragni, és ezáltal fog működni minden. Tehát, hogyha ezt most mi játékos uralomnak nevezzük azt, hogy esetleg egy játékos oda megy hozzá és elmondja a véleményét, akkor lehet, hogy van játékos uralom. De én ezt nem gondolom annak. Tehát ennek mind építő jellegűnek kéne lennie, és én pont ezt nem láttam, hogy a csapat nagyon együtt lenne. Itt több országból jöttök, több helyről, volt, aki kevesebbet játszik, volt, aki elégedett, volt, aki elégedetlen, és ezeknek szerintem több volt a negatív hatása, mint a pozitív ennél a csapatnál most jelen pillanatban. Ráadásul arról is érdemes beszélni, hogy erre az újabb idényre már ő is joggal mondta, hogy hát ez már igazán az ő kerete lesz, tehát azokkal a kérésekkel, azokkal az igazolásokkal együtt, amiket ő akart. Láttuk eddig ezt az őszt. Mi az, te láttál valamit abból a Vranyesből, amit előtte megismertél a Veszprémben, vagy pedig egyszerűen ki kell mondanunk, hogy ő nem illett össze, nem stimmelt, nem értette meg, nem tudta feltörni ezt a kérdést vagy problémát, amit úgy hívunk, hogy Veszprém? Hát a tavalyi évhez képest, tehát hogyha a tavalyi évet nézzük, ugye ő nem nyilatkozhatott mást. Tehát azért ugye megjelent a Máé a képbe, akivel logikusan egy nagyon pozitív, hogy mondjam, játékos lehetett volna berakni ebbe a csapatba, aki bárhogy nézzük, tényleg a világ egyik legjobb játékosa. Na most nagyon pozitívan állt hozzá ez a szezonhoz, mert tényleg úgy is kellett hozzáállnia. Tehát egy tavalyi év után nem mondhatta azt a közönségnek és kifele, hogy gyerekek, meglátjuk ebbe az évben mi lesz, mert hát akkor mindenki felrőgött volna. Tehát mindenki nagyon nagy elánnal várta ezt az évet, hogy egy teljesen más védekező struktúrát játszik a csapat esetleg, tényleg olyan gyors lesz, ami sokszor a mai kézlabda, hogy mikor gólt lő az ellenfél, mi már ott leszünk a nyakukon a 9 méteren. De abból a védekezési sorból, amit ő kitalált erre az évre, hát ebből, megmondom őszintén, nagyon nehezen lehetett tehát észrevenni azt, hogy ebből bármikor bármilyen gyors kézilabda lesz. Mert hogyha most a Nagy Lacit nézzük jobb kettőbe, a Toft Hansent ugye középen, mellette sokszor a Blachotinseket, akkor bal kettőbe a Laszkovseket, tehát hogyha azokkal játszunk, ezekkel gyors kézilabdát játszani nem lehet. Nekem ez bárki bármit mond, kizárt dolog. Tehát ő eleve már szerintem rosszul kezdte az évet is. Tehát én azt hittem, hogy lesz egy ilyen nagyon jó, nyitott, jó védekezés, mert azért van egy Nenadics, van egy Lékai, van egy, ugye jött a Máé. Tehát itt sok olyan alternatíva volt ebbe a csapatba, amivel az ő elképzelését meg lehetett volna valósítani. Ebből nem lett semmi. És ugye jöttek a vereségek, nem is egy, nem is kettő, már a felkészülések alatt, tehát ott már lehetett érezni, hogy valami baj lesz.
Miért megy vele a sportigazgató Eklemovics Nikola is? Vállalnia kell a felelősséget az igazolásokért, vagy ezek nem csak Vranyes igazolásai, vagy keveredett itt a játékos ügynöki szerep a klubvezetőivel? Mi a helyzet? Hát na, látod, ez az a téma, amit úgy igazából mindenki kerül, én meg tényleg ráadásul nem is tudom. Tehát, hogy hogy a ő közte és a Vranyes között milyen kapcsolat volt, azt nem tudom. Annak a szerepét tudom, hogy ugye igazából a Vranyest a Nikola szerezte ide, tehát nagyon nagy része volt az ő leszerződtetésébe. Arról én hallottam, és arról igazából tudok is. Na most, hogy ő mennyire kontrollálta őt, hogy mennyit beszélgettek esetleg, hogy ez a, amit ugye hallottuk megint csak, hogy 3 vagy 4, vagy akár a heti 5 edzés az kevés lesz, ezt nem tudom. Tehát, hogyha ő figyelmeztette erre esetleg ezekre a veszélyekre, akkor a távozását nem tudom, mennyire tartom indokoltnak. Ha ők esetleg nem beszéltek annyit, és csak így folyt ő is bele ezzel az egésszel, akkor teljesen jogos esetleg a menesztése. De ilyenkor általában ez bármennyire szomorú, hogyha egy edző megbukik ugye egy csapatnak az élén. Azért nagyon nagy részben általában ugye a szakmai stábot húzza magával. Igen. A végén azt nézzük meg, hogy az edzéseket átmenetileg most egykori harcostársad Gulyás István irányítja, és azért már volt olyan klub vezetői nyilatkozat, hogy nem feltétlenül átmeneti lesz ez a megoldás. Őt olyan magyar edzőnek tartod, és vannak olyan magyar edzők, akik alkalmasak erre a nagy nyomás alatt lévő és forró kispadra? Hát ebben egy nagyon nagy forradalmár vagyok, és voltam is mindig. Tehát én azt mondom erre, hogy Magyarországon rengeteg jó edző van, én szerintem. Viszont ez a Magyarországnak nagyon nagy hibája, és az egész igazából, nem mondom azt, hogy a vezetésnek a hibája, mert de mondhatnám azt is. Sokkal kevesebb szanszot kaptak a magyar edzők egy komoly csapatnál, mint egy külföldi. Tehát hogyha most megint visszakanyarodunk a Vranyesnek a témájára, ugye tavaly a Vranyes, amikor idejött egy Európa-bajnokságon, ugye a válogatottunk, bárhogy nézzük, leszerepel, teljesen. A Veszprém, mint Veszprém, teljesen leszerepel. Tehát olyan eredményt értünk el, amit az elmúlt szerintem 15 évben nem. És mégis maradt. Egy magyar edzőt szerintem lehet 3 vereség után fenékbe rúgnak. Majdnem mindenhol. És ezt nem tudom, miért alakult így ki. Tehát szerintem nekem nem mondja senki azt, hogy egy magyar edző nem tud megfelelő tudással rendelkezni, amikor ma már van fizikális edző, aki készíti a csapatot, már van futóedző, aki készíti a csapatot, tehát tulajdonképpen egy edzőnek ma már nagyon nagy részben a taktikára kell odafigyelni, és arra, hogy hogyan rakja össze a csapatát a különböző mérkőzésekre. Tehát ez ennek az országnak nagyon nagy hibája, és szerintem a legtöbb külföldi edző is szerintem nálunk dolgozik Magyarországon, és nem biztos, hogy jobbak, mint azok a magyar edzők, akik esetleg éppen arra várnak, hogy valahol el tudjanak menni. Jóska, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Köszönöm. Szia.